A Wargaming megerősítette. PlayStation 4-re is érkezik a World of Tanks, méghozzá platform-specifikus funkciókkal és extrákkal. A játék minden PlayStation 4 tulaj számára ingyenes lesz, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e PS Plus előfizetéssel vagy sem. A játék megjelenése után egy ideig PlayStation 4 exkluzív pályát is kapnak a játékosok. A megjelenési dátum még nem ismert, de a közelgő bétára már lehet regisztrálni. Az augusztusban rendezett D23 Expo-n állótapssal köszöntötték a Vasember 1-2 rendezőjének új filmjét. A rendező Kipling klasszikusát, a Dzsungelkönyvét forgatta újra élőszereplős változatban, méghozzá rengeteg CGI-rá segítéssel. Többek között Ben Kingsley, Christopher Walken és Scarlett Johansson is szerepet vállaltak benne. A Dzsungelkönyve 2016. április 21-én érkezik meg Magyarországra, előzetese pedig már megtekinthető az oldalon. Úgy tűnik, hogy a Naughty Dog véletlenül megerősítette a The Last of Us 2 létezését az Uncharted The Nathan Drake Collection élő Twitch közvetítése során. A stúdióban a fejlesztők éppen a kincsvadász kalandjainak legemlékezetesebb pillanatairól beszélgettek, mikor az egyikük úgy fogalmazott. Az összes arcanimációt Erik készítette az Uncharted sorozathoz és az első The Last of Us-hoz egyaránt. Azt mondtam, hogy az első The Last of Us-hoz? Ne feledjétek, hogy oldalunkon már olvasható az Unravel előzetese és a közönséges bűnözők évfordulójáról szóló cikkünk is. Ez volt a szeptember 16-ai Daily Fix. Én Szilvi voltam, kövessétek továbbra is az IGN-t!